Tehát miért fontos az, hogy az összes étel közül a tisztaság, a legtisztább a víz legyen, amit elfogyasztunk. Tehát mondjuk minden más étel lehet piszkosabb, baktériumosabb, koszosabb is, de ami nagyon-nagyon feltétlenül tiszta kell legyen, az a víz, a tiszta víz. Hát a cicók is gyakorlatilag arra érzékenyek csak, tehát minden szart ugye megesznek a porból, a kozból. Csak a vizet nem, hogyha az nem kifogástalanul, makulátlanul tiszta, és ez nem csak náluk van így, ez a madaraknál is így van. A galamboknál is észrevettem, és bizonyára minden állat ezt már tudja. Nyilván ez a fennmaradásának a kulcsa részben, és ez ugye az embereknél elavult egy kicsit ez a tudás. Azért nagyon fontos, mert hát ugye az ember fogja magát, felhajt egy fél liter vizet. A tiszta víz, az megállás nélkül, vagy nagyon-nagyon gyorsan, ugye áthalad az emésztőkészülék első szakaszain, beleértve ugye a gyomrot. És egyből a bélbe kerül, ahol ugye felszívódik. Na most az elsődleges és a másodlagos védelmi vonalakat oldja át ezáltal. Tehát ugye a szájban, a nyálban lévő fehérvérsejtek, ugye, amik megtámadják, a mandulák, amit termelnek, megtámadják a behatoló kórokozókat, és a másik védelmi vonal, ugye a második, az pedig a gyomorsav, gyomor enzimek és a gyomorsavban való állása az ételnek, ami elpusztítja a maradékot. És gyakorlatilag ugye az ételekre ez igaz, mint az ételek ugye állnak a szájban, még rágódnak, plusz ugye állnak a gyomorban még többet, amíg a sav aztán elbánik az írmagjával is a betolakodó baktériumoknak. Hogy aztán steril étel kerüljön már a bélbe, ahol a bélben lévő kellemes flóra, és hát kellemesre, hát a jó, jótékony flóra, ugye, ami szintén baktériumokból áll, ugye ott nem nagyon lehet védelmi vonal, hiszen akkor elpusztulna a saját baktérium flóra is, hiszen valószínűleg annyi millióféle fajta baktérium van bennünk, ami jótékony hatású, hogy a szervezetnek nagyon nagy igénybe vétel lenne azt külön azonosítani az összest, hogy tudni, melyik a jó, melyik a rossz, és akkor csak a rosszakkal elbánni. Tehát valószínűleg mégsem úgy van, ahogy mondják, hogy a bélben található az immunrendszernek a nagy százaléka. És ezt a víz tisztaságának a fontossága bizonyítja, és még mást is. Tehát valószínűleg ott már kevésbé működik az immunrendszer a gyomor alatti szakaszban. Nyilván ugye ott ugye van a bélflóra, elhelyezkedve az ésmények bélflórának, és hát ezért fontos a tiszta víz. Tehát nem igaz az, hogy hát persze, hogyha úszkálnak benne bogarak, meg nem tudom, akkor tiszta, akkor megihatjuk, ezt sokan is régóta mondják, és ez tényleg nagyon így van. Tehát arra nagyon oda kell figyelni, hogy a kiránduláson például nem a vagánykodás a lényeg. Elronthatja egy embernek az életét irreverzibilis módon, vagy hát a jelen körülmények között irreverzibilis módon egyelőre. Egy egyszerű hősködés, hogy mondjuk iszunk a patakvízből, a forrásvízből, plusz, hogy aztán ugye az fertőzi a többieket is, tehát nem csak a saját felelőssége. Na, mint tehát a lényeg az, hogy forralt vizet kell, és tiszta vizet kell inni, és nagyon minőségi tiszta vizet, tehát baktériummentes és vírusmentes vizet. Mert ugye a víz az lóugrásba átugorja a két védelmi vonalát, a szervezetnek a két frontvonalat, tehát a szájüreget és a gyomrot. Úgyhogy köszönöm, cicók, hogy ti is részben rávezettetek, és hát ugye az, hogy az ember hőrből egy csomó vizet hirtelen, az egyből behatol, úgyhogy ez nagyon fontos.